Nagy szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Ki kell mondanunk, hogy elég volt az enyhe bírósági ítéletekből. A közfeladatot ellátó személyek, tanárok, mentősök, rendőröket ért támadások kapcsán. A napokban lehetett olvasni a médiában, hogy a közeli Szikszón is volt egy iskolai erőszak, egy újabb erőszak, és az elkövetőt annak ellenére, hogy próbaidőn volt egy másik ügy miatt, az ügyészség az elkövetővel szemben csak közérdekű munkára ítélést indítványozta. A elmúlt időszakban azt lehet látni, hogy az ilyenfajta bűncselekmények megszaporodtak Borsod megyében. Pontosan jól látszik, hogy abban a szubkulturális közegben, amelyből ezek az elkövetők érkeznek, ezeknek a büntetéseknek semmilyen fajta visszatartó ereje nincsen. Megnéztem, hogy az elmúlt 10 évben tanárverésekért, rendőrök megtámadásért milyen büntetések születtek, és azt látjuk, hogy sok esetben nincs letöltendő börtönbüntetés, hanem próbára bocsájtás, illetve felfüggesztetteket szab ki a magyar bíróság. A Mi Hazánk mozgalom elvárja a magyar bíróságoktól, hogy ezeket a bűncselekményeket megfelelő súllyal kezelje, és ezáltal megfelelő súlyú büntetéseket mérjen ki ezekre az emberekre, amely igazából legyen letöltendő börtönbüntetés, hiszen azt gondoljuk, hogy ennek van visszatartó ereje. Ha ezt a bíróság nem teszi, akkor tulajdonképpen az enyhe ítéletekkel bátorítja az arra hajlamos elkövetőket, hogy újabb és újabb bűncselekményeket kövessenek el. De azt gondoljuk, hogy nem csak a Mi Hazánk mozgalom várja el, hanem a magyar adófizető állampolgárok is, akik az igazságszolgáltatás rendszerét az adóforintjaikból tartják fent, szintén jogos elvárással fordulnak az igazságszolgáltatás felé, hogy védje meg őket ezektől az emberektől.